Előzetesen mit kért tőletek a mester, és ez mennyire sikerült ezt megvalósítanatok? Hát mindenképpen azt kért, hogy uraljuk a játékot, merjünk játszani. Mindenképpen, ha úgy van a ellenfél térfelén fönnmaradni, letámadni, ami sikerült, úgy érzem, uraltuk a játékot is, jöttek a gólok is, hála Isten, és tudtuk nyerni. Azt kérte, hogy domináljunk a mérkőzésen, és hogy a játékunk az hatékony legyen, ne úgy, mint az előző fordulókban. Azt hiszem, hogy ez maximálisan végrehajtottuk, és hát ennek volt köszönhető a 3-1-es győzelem. A fél időben mi hangzott el az öltözőben? 2-0-es előnnyel vonulhatatok pihenőre, ami az MTK otthonában tulajdonképpen megnyugtatónak mondható. Így van, megnyugtató előnyünk tudatában vonultunk a szünetre. Elhangzott többek között, hogy még nem nyertük meg a mérkőzést, és volt egy-egy hiba, amire a mester felhívta a figyelmünket. Pont, hogy megnyugtató volt, de azért a mester mindenképpen azt kérte, hogy ne üljünk rá az eredményre, mindenképpen ugyanazt játsszuk tovább, amit eddig is. Úgy érzem, hogy sikerült, rúgtunk egy harmadik gólt, még rúgtunk egy negyediket is, amit nem adtak meg, de állítólag meg lehetett volna, de ha nincs a futballban, 3-1 lett, és örülök, hogy nyertünk. Vezetitek a tabellát, messze ti rúgtátok a legtöbb gólt a bajnokságban, mégis olykor az a kritika értiteket, hogy nem elég támadólag léptek fel. Ez miért lehet szerintetek? Hát én úgy gondolom, hogy a bajnokságban ez már nem igaz ránk, mert tényleg ez magáért beszél, azért rúgtunk már 29 gólt, már sem tudom pontosan. Én úgy érzem, hogy megtaláltuk úgymond a gólövőcipőt, mindenki odaér a kapu elé, és mindig be tudjuk fejezni az akciókat góllal. Hát lehet rám mondani, az biztos, hogy tényleg szerintem, ha jól tudom, mi rúgtuk a legtöbb gólt a bajnokságban, úgyhogy ez szerintem ezt megcáfoltuk. Én azt hiszem, hogy eddig is már csattanos választ adtunk, ha lehet ezt mondani, hiszen ahogy említetted, mi rúgtuk a legtöbb gólt. Én nem tudom, aki így gondolja, az nem tudom, hogy miért gondolja ezt. Én úgy gondolom, hogy ez nincs így, nem vagyunk egy védekező csapat, most is bebizonyítottuk, rúgtunk 3 gólt. Ezen kívül voltak még helyzeteink, úgy gondolom, hogy rúghattunk volna akár több gólt is, és nagyobb gólarányú győzelemmel is befejezhetünk volna a mérkőzést. Nem tudom, talán ez is egy válasz volt a kritikákra. Még korán lenne ünnepelni, ugyanis még van hátra 5 mérkőzés, a magyar kupákat is beleértve, úgyhogy minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, de úgy érzem, hogy jó úton járunk, és ezen kell tovább haladnunk.